Ez egy nagyon hasznos könyv. Ugye kétnyelvű idézetek könyve, 1000 családias idézet van benne. Az a címe, és ez nekem nagyon tanulságos, hogy ha elhagysz, veled mehetek. Azaz, if you leave me, can I come too? És hát utólag jöttem rá, hogy írtam egy dalt, méghozzá a múltkor tegnap említett Tesla című musicalbe. Az a refrénje, hogy ha elhagysz, hagyd menjek veled, és nem tudtam, hogy ez hogy jutott eszembe, hát innen. Mindegy, ez közkincs. Nagyon jók vannak benne, és lehet belőle angolul tanulni. Tehát mit tudom, ilyenek vannak, hogy... Hát igen, hogy... When my wife has sex with me, there's always a reason. One night she used me to time an egg. Azaz, ha nejem szeretkezik velem, annak mindig oka van. Egyik éjszaka időmérőnek használt a tojásfőzéshez. Hát nem tudom, hogy ki az, aki éjszaka tojást főz, de nagyon jók vannak benne. És akkor ezt most nem tudom, de ez most ebben vannak-e jók, de remélem. 111 BPM a tempója. Hát ugye azért vagyunk itt, ezt meg lehet zenésíteni. Vannak fejlemények, tehát a múltkor elújságoltam, hogy a Baltazár Színház bekapcsolódott a megzenésítésbe és a dalok feléneklésében, tehát a csodálatos kollégáim. Mostanra a Vers Dal Akadémiát is bevontuk. Ez a, hát voltak éppen egy ilyen dalelemző és a részemről dalszövegíró kurzus, amit Turci Istvánék találtak és meghívtak, és ez a csoport, ez, hát egyszer tudtam találkozni velük, és most nekik is már körlevélbe küldöm a dolgokat, és onnan is jönnek majd a jobbnál jobb ötletek, mert nagyon tehetségesek. Tehát ez az a címe, hogy az Üdvösség Ügynökség, 61-es számmal 2020. 3. 11-én íródott. Az eredeti címe az volt, hogy FAK, az Üdvösség Ügynökség. Ugye a FAK az nem csak az, hanem az a Frequently Asked Questions, tehát a gyakran föltett kérdések. És... igen, ez a tempó. Az Üdvösség Ügynökség itt van a sarkon túl, és a gyakran feltett kérdés FAK, hogy hol lakik az Úr. Miféle úr, kit is ért ez alatt, tessék mondani? Ezt a portás kérdi gyakran FAK, mert ő se ismeri. De azért bátran kérdezz meg, üdvözülsz-e, vagy elkárhozol, és mi leszel addig, ha nagy leszel, és leszel-e utána téren szobor? Mindenki folyton választ akar, és pont ugyanarra mind. A gyakori kérdések oldalon FAK, állandó a szint. De azért bátran kérdezd meg, üdvözülsz-e, vagy elkárhozol, és mi lesz addig, ha nagy leszel, és leszel-e utána téren szobor? Hát ugye ez a más ritmusú dolog, ez maga a refrén. Dupla verze, refrén, szimpla verze, refrén, kis zene ilyenkor mindig jöhet, és egy újabb dupla verze. Az üdvösség ügynökségen az ügyfél nem tanul, FAK, a portástól, mert ő se sejti, hogy hol lakik az Úr. Az üdvösség, ügynökség, pár ablak, semmi több, FAK. Kérdezhetsz, de nincs ott a válasz az ablakok mögött, FAK. De azért bátran kérdezz meg, üdvözülsz-e, vagy elkárhozol, és mi leszel addig, ha nagy leszel, és leszel-e utána téren szobor, de azért bátran kérdezz meg, üdvözülsz-e, vagy elkárhozol, és mi leszel addig, ha nagy leszel, és leszel-e utána téren szobor, leszel-e majd a téren szobor. Szokás szerint hopla refrénnel ért véget, és ráismételtem az utolsó sorra is, valahogy abba kell hagyni, majd a zenéje lesz, akkor nem biztos, hogy így kell véget érni, szóval lehet, hogy zenével ér véget, lehet, hogy csak egy verze van, lehet, hogy valaki kitalálja, hogy írjak még oda valamit, ez egy közös játék, beszéljük meg. Nagyon sok olyan verzió jött egyébként, mostanáig is már, ahol az első verzió után
kaptam egy telefonszámot, vagy egy e-mail címet, fölhívtam az alkotót, és megbeszéltem vele, hogy mi az, amit lehet változtatni a javaslatomon, és mi az, amit úgy hallom, hogy a, mondjuk a hangsúlyok rovására megy, vagy a tempót megváltoztatta, és akkor az nem jól adta ki a középarányostól verzék meg a refrén között. Hát nagyon örülök, hogy tudunk így együtt dolgozni, tehát siami napidal@gmail.com. Már nagyon sokan vagyunk, köszönöm szépen, hogy szóltatok magatoknak és feliratkoztatok, és akkor holnap újra találkozunk.